összességében hogyan értékeled az eddigieket? Igazából az első mérkőzésen szerintem jól kezdtük a világbajnokságot, az első harmadban, utána volt a harmadik harmadban egy rövid zárlatunk, amit végül sikerült újra felvennünk a tempót, és mi domináltunk. A mi akaratunk érvényesült a végén, és ugye sikerült megnyerni az első mérkőzést. A svédek elleni mérkőzésre szerintem nem álltunk készen a kezdésre, hiszen tudtuk, hogy mekkora tempót diktálnak, illetve egy nagy vereségből jönnek, szóval nekik muszáj mérkőzést nyerniük. De szerencsére utána 2-0 után sikerült felállnunk, aztán utána megint sikerült szerintem szétesnünk, és nem csapatként dolgoztunk, úgyhogy tegnap meg a mai nap folyamán az volt a legfontosabb, hogy a csapat kovácsolódjon megint össze, és hogy csapatként működjünk. Az edzésen most ugye volt egy nagyjából fél órás, 40 perces átmozgató edzés, akkor milyen gyakorlatokat végeztetek, vagy csak az volt a fontos, hogy egy kicsit megmozgassátok a lábakat? Igen, fontos volt, hiszen azért tegnap nagy terhelést kaptunk, illetve egy a semmiket csináltunk, három a semmiket, volt egy 2-2 játék, szóval tényleg csak egy átmozgató jellegű volt arra, hogy holnap a finnek ellen készen álljunk. Szerintem a legfontosabb ugye az, hogy tényleg álljunk össze, mint egy csapat, és csapatként dolgozzunk. Ugye tavaly a finneknél pont szétestek a világbajnokságon, és szerintem idén nekik is ez a kulcsuk, hogy ha csapatként dolgoznak, akkor kiváló eredményeket tudnak elérni. Nekünk igazából ugyanazt kell mennünk, küzdenünk, hajtanunk, és tényleg csapatként működni, és megnézzük, hogy mire lesz holnap az elég.